Elszáradt levelek, bols vagy maximum borsó nagyságú szemek, sok helyen látni ilyet az Aranyhegyen is. Ezek esetében jövőre fog kiderülni, van -e egyáltalán még remény arra, hogy termés is lesz valaha, mert idén biztosan nem lehet szüretelni róluk. Pár méterrel arrébb viszont ezek a tőkék roskadoznak az érett sűrű fürtöktől. Változatos képet mutatnak tehát a szőlőültetvények. Az asszály azonban egyértelműen tartósan nyomott, hogy itt is. Gyakorlatilag se a télen, se utána nem jött csapadék, nincs tartalék a talajban. Azok a faj amelyek gyökere nem tud megfelelő nyomással nedvességet juttatni a növénybe, igazán megsindadték ezt az időszakot. Annak azért olyan tőkék is, amelyek túlérték és meglepő eredménnyel egyébként a minták alapján, amiket szedtünk, mi meglepődtünk meg a legjobban, hogy ilyen 18-20 mustfokokat mértünk egy cserszegi fűszeresnél, Biancánál az írsai születébe benne vagyunk, tehát az is a 17-18, az nem is szokott több lenni, mustfokokat bír, és ugye ezek csak koncentráltabbak lesznek ezek a levek, mert ugye nem lesz olyan légkihozatal, nem annyira lédus, tehát a beltartalmi értékei várhatóan nagyon szépek lesznek az idejévnek. Az mindenképpen látható már, mely fajták lesznek azok, amelyek tartósan megmaradhatnak. Nem véletlen voltak itt a hagyományosan kiszelektálódott helyi tájfajták, amiknek a gyökere ugye lefelementek, Ugye ez ilyenre gondolok, mint pozsonyi fehér, kadarka, kövidinka, de még nyugodtan mondhatom azért az ezer jót is, a rizling fajták, a rizling félék is jobban bírják az átlagnál. Ugye elsősorban azért az utóbbi évek e, új fajtái azok, amik jobban megsínlik ezt, meg amik e, nem ide való fajta. Tehát például most a zöld veltelénit említettem, ő egy ezer éves fajta, de ez inkább osztrákvidék, tehát tőlünk hidegebb éghajlat, csapadékosabb éghajlatról jött. A szület egyébként már elkezdődött, már ahol van mit, hogy milyen eredménnyel, hamarosan az is látható lesz. De az már biztosan tudható, hogy 20-30%-os kiesésre számítani kell, és nem a könnyed, zamatos borok lesznek túlsúlyban, mondta Krémen György hegybíró.